Azt mondja az ige erről az asszonyról, azon túl, hogy proféta, hogy bőtölésekkel és imádkozásokkal szolgál. Tudom, hogy akik itt vannak ma, azok korábban nagyon sok mindennel szolgáltak a gyülekezetben. Van, akik az építkezések során, vannak olyanok, akik a szeretett vendégségekben, a takarításokban, a szervezkedésekben, az éneklésben, temetésen vagy ünnepi alkalmakkor. Nagyon jól tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy igen, már csak a bőtölés vagy az imádkozás az, amit meg tudok tenni, mert a testi erőm elfogyott. De higgyétek el, hogy ezt, aki megteszi, az nagyon sokat tesz. Az a legfontosabbat teszi. Az azt teszi, hogy az Isten felé fordulva, az Istenre ráhangolódva, az Istennek énekelve, az Istenhez imádkozva valami hatalmas nagy lelki vagyont gyűjt magának is, de a gyülekezetnek is, nekünk is. Minden imádságotok, minden bőtölésetek, minden otthoni éneklésetek, higgyétek el, a mi gyülekezetünket erősíti. Azt a lelki muníciót gazdagítja, amiből élnünk kell. Óriási szolgálat. Ha valaki azt tudja mondani, hogy még az imádságban, még az Istenre figyelésben számíthattok rám, azt mi hálás szívvel köszönjük. És végezetül azt mondja ez az ige erről az idős asszonyról, hogy odaállva, megjelentve középpen, amikor a kis Jézus bevitték a templomba, róla tett bizonságot. Hadd hangsúlyozzam ki ezt, hogy odaállva, odalépve mellé, a szülők mellé, a gyülekezet elé, hogy mindenki lássa. Mert nem csak passzív szolgálatot végzett, amikor eljött az ideje, odalépett láthatóan, nyilvánvalóan a Jézus Krisztust magasztaló seregébe. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ebben az esztendőben is, azon a gyülekezeti délutánon, amit jó néhány évvel ezelőtt azért szerveztünk először, hogy találkozhassunk ilyenkor olyanokkal, illetve találkozhassanak egymással olyanok, akik nem minden vasárnap tudnak részt venni az Isten tiszteleteken, vagy más gyülekezeti alkalmakon, de korábban ott voltak, oszlopos tagjai voltak, szolgáló tagjai voltak a gyülekezetünknek. Azt is el kell mondani, hogy ez a több éve rendezett alkalom két dologra jó, legalábbis az én számomra. Az egyik az, hogy rengeteg olyan arcot megismerhettem ezek alatt az évek alatt, akiket egyébként nem biztos, hogy megismerhettem volna. És azért is jó, mert az arcok évről évre változnak, mindig vannak újak. Ez azért jó, mert azt jelenti, hogy mindig vannak, akik megöregednek. Tehát megvannak az idő teli, mert ugye azt szokták mondani, hogy csak az öregszik meg, aki megmarad, aki él. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy ez így van évről évre, és nagyon szép emlékeket hordozok azokról az arcokról, akik sajnos már nem lehetnek itt közöttünk, és mindig örülök, hogyha új arcokat is felfedezhetek, megismerhetek itt a gyülekezetben. Egy vers forog közkézen a világba, azt lehet mondani, aminek nincs igazából szerzője, vagyis nem tudom, hogy ki a szerzője, mert sokfelé úgy jelenik meg, hogy ismeretlen szerző, néhol van alatta aláírva szerző, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ennek a versnek az a visszatérő mondata, visszatérő üzenete, felszólítása, hogy szeressétek az öregeket. A évről évre ez az alkalom azért születik meg, azért vállalja a gyülekezet, vállalják férfiak, asszonyok, hogy legyen, hogy ezzel ki tudjuk mutatni, hogy igyekszünk megfelelni ennek a parancsnak. Lehet, hogy gyakrabban is szerethetnénk,
lehet, hogy gyakrabban lehetne alkalmat találni a találkozásra, de mi nagyon örülünk annak is, hogy egy évben egyszer, abban az időszakban, amikor úgyis mindenkinek egy kicsit ünneplibb a lelke, találkozhatnánk. Azt kívánjuk, hogy mindenki érezze jól magát ezen a délutánon, és köszönjük szépen, hogy elfogadták a gyülekezet meghívását. És akkor átadom a szót a gondok úrnak, ő még bír beszélni, én már nem. Könnyen vagyok, mert még idáig én nem beszéltem. Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a gondok társam és az egész Ácsi Református Presbitérium nevébe is. Nagy tiszteletű úr már annyi jót és annyi szépet elmondott, hogy nehéz már utána még valamit mondani, de egy mostani pillanatnyi benyomásomat szeretném megosztani veletek önökkel. Ugye én ott kint álltam, közben néha utánöntöttem a bort, meg megtöröltem a kelyheknek a szélit, és közben figyeltem, és olyan melegség futott át a szívemet meg a testemet, amikor láttam azt, hogy amikor az Istenével találkozik valaki, és úrvacsorázik, akkor mennyire meg tud indulni, és hogy mit jelent nektek, idős testvéreknek, az, hogy itt ilyenkor úrvacsorázhattok, hisz mindenkinek valami ebbe a szép korba, valami más egészséget adott a jó Isten, és azok is, akik hát úgy kellett oda vezetni, azokon is lehetett látni, hogy akkora öröm, boldogság az, hogy összetalálkozhat ilyenkor lélekben a mindenhatóval, ami engemet nagyon, úgy mondjam, az érzésébe vont. És azt gondolom, hogy ez olyan alkalom, azokon a dolgokon kívül a nagy tiszteletünkre elmondott, ami egy ilyen visszanemtérő alkalom. És ezért is nagyon jó, hogy minden évben legalább egyszer összejövünk ilyenkor, és ez az egész a templomban kezdődik, egy Isten tisztelettel, egy úrvacsorával összekötött Isten tisztelettel. Én mindenkinek nagyon jó beszélgetést kívánok, találják meg a régi társak egymást, nem muszáj egész végig így ülni, lehet cserélni, hogy még valaki máshol is tudjon beszélni mindenki, akivel éppenséggel akarna, hisz tényleg ez egy olyan alkalom, aki olyanokkal találkozik, akikkel talán egy éven köröztül talán nem is, vagy csak nagyon ritkán, és mindenkinek kívánok egy jól eltöltött estét, és jó étvágyat ahhoz a vacsorához, ahhoz a szeretett vendégséghez, amit próbáltunk itt az asszonytestvérekkel és a többiekkel az önök részére itt elkészíteni. Köszönöm szépen! Nagy előbb számomra, hogy lehet, hogy éppen elégítlen, de örülök, tiszta szívemből, hogy ennyi sok ismerős, kedves azzal találkozhattam. És ha megengedik, vagy megengeditek, akkor én elmondanák egy verset. Már ha mi szükség lesz, akár kettőt, vagy hármat, elmúltak az éves, elnyíltak a rózsák, elszálltok az álmok, csendesek a nóták. Nyugdíjas életünk egén, felhők járnak, szívünkben is eljött az ősz, vége a nyárnak. Vissza-vissza nézünk, a végigjárt útra, a sok szép emléket felidézünk újra. Örömöt, bánatot, sok-sok szép emléket, csalódást, boldogságot, hisz ebből áll az élet. Azokra gondolunk, kiket úgy szerettünk, kiket hosszú úton itt voltak mellettünk. Szülőkre, élettársra, gyermekre, unokára, barátra, akik hozzánk mindig közel álltak. Elnézést. Ilyenkor szívünk megteli békével, a rég elmúlt órák kedves örömével. Talán nem is bánjuk a sok elzárt évet, ha sokszor megcsolt is, azért mégis szép az élet. Ha már nem is nekünk nyílnak a piros rózsák, de megmaradtak még a szép régi nóták, halvány siró nóták, halvány őszi rózsák, a múlt minden kedves percét újra visszahozzák. Most már csak az a szívünk vágya, teljes óvajtása, legyen velünk továbbra is az Isten áldása. Thank you.